Ez most egy Sony HDR OS20-as kamerának a tesztje, ez a maximális, amit tud. Full HD, ugye 1080p és 60 frame per sec. És beletesszük ebbe a kis vízporütésálló burkolatba, egy kicsit koszos az objektív. Azt megnézzük, hogy ebben a rossz, gyenge fénybe a nősz elején mit mutat. Teszek alá egy ilyen fél grammos szilikagélt, ami a nedvességet szívja, mert ugye ha lakásba töltjük, akkor a kamera melegszik ebben a kis házba. Elfelejtettem, hogy a bicikliváz hangját, mert a vázra fel van ragasztva a kamera, nagyon átviszi, úgyhogy most ez a gyors szakasz elég zörgős lesz. Ahogy becsukom ezt a kis házat, a hang a sajnos káó. Kicsit nehéz kinyitni a házikót, mutatom, hogy miért. A fő ok az itt van, hogy én olyan hülyén kötöztem fel, hogy nem fér oda a köröm, főleg kesztyűbe. De hát mivel van 14 fok, ezért a kesztyű kell. Jó van, még működik, nem is lopták el. Tegyük csak vissza. Hú, ez jól esett. A másik cidris rész ezen a napi rutin körömön. Jó, most lepróbálnám tenni a kamerát. Remélem itt sem lopják el. Meg hát ez érdekes lehet, hát ha eltakarok, akkor érdemes is nézni. A jó kedv ugye fiatal itt, mondjuk én így gondoltam. Jaj, de béna. Jaj, állj meg. Nem akar megállni, hát ilyen kis kavicsokkal próbálom kiékelni. Na most talán sikerült. Azért ez a gumi nem ide való. Hát, így durván ennyit tud ez a kis kellemes készülék. Képminőséggel nem lesz gond. Egyedül a felfogatása nem tetszik, meg a hangja, ha bent van ebbe a vizálló kalitkába.